A mezőgazdasági erdészeti és vízgazdálkodási miniszter Branislav Nedimović Óbecsén meglátogatta az Agroprodukt Sinkovics gazdaságot és inkubátorállomást, ahol találkozott a tartományi mezőgazdasági titkárral Csedomir Pózsittyal, Dragán Tosittyal, Óbecse község elnökével és munkatársaival, valamint a házigazdával, Sinkovics Lászlóval. Amit fontos kiemelni, az az, hogy nem csak Óbecse községnek, de minden szerbiai községnek szüksége van ilyen vállalatra, és egy ilyen családra, családi tőkére, amely évről évre fejlődik és növelni tudja a tőkéjét. Ugyanakkor jelentős számú munkást is foglalkoztat. A tartományi titkárság természetesen teljes mértékben a Sinkovics család rendelkezésére áll, és arra fogunk törekedni, hogy az elkövetkező időszakban is támogassunk minden baromfi tenyésztéssel foglalkozó gazdaságot. Szeretném kiemelni még, hogy jövőre a tartományi mezőgazdasági költségvetés jelentősen nagyobb lesz. Így a baromfi tenyésztésre is több eszköz jut majd, de a többi mezőgazdász is nagyobb támogatási összegre tehet szert a tartományi mezőgazdasági titkárság által megjelentetett pályázatok által. Az Agroprodukt Sinkovics cég napos csibékeltetésével, tenyésztésével és értékesítésével foglalkozik. Évente 9 millió csirkét termelnek. Mi a csúcs minőségünkkel és a mennyiséggel harcolunk a piacon a nagyvállalatokkal, a takarmánygyárakkal szemben, bár ezekkel a jelenlegi nyersanyagárakkal, amelyek már hosszú ideje aktuálisak, és amelyek véleményem szerint az elkövetkező időszakban sem fognak változni, illetve csökkenni, azt fogják eredményezni, hogy nem lesz olcsó a tápszerára. A Baromfi Tenyésztők Egyesületében mi arra törekszünk, hogy a tenyésztés minden szegmensét összehasonlítjuk a termelési árral, és megpróbáljuk közösen felbecsülni a piacot, ahova nehéz betörni. Így arra törekszünk, hogy ne termeljünk többletet. Dragán Tosittyal Óbecse község elnöke úgy értékelte, hogy az Agroprodukt Sinkovics az egyik legjelentősebb mezőgazdasággal foglalkozó cég Óbecse községben. Termelési kapacitásuk meghaladja a helyi határokat, ezért fontos vállalkozást képviselnek úgy Vajdaságban, mint Szerbiában. Kitért arra is, hogy az önkormányzat milyen támogatásban részesíti a mezőgazdasági termelőket. Óbecse község a mezőgazdasági minisztériummal és a tartományi titkársággal együttműködve dolgozik, és követjük a pályázataikat, amelyeken a mezőgazdasági termelőink jelentkeznek. Mi arra törekszünk, hogy segítsünk nekik a dokumentáció összegyűjtésében és az ezzel kapcsolatos összes felmerülő kérdésben. Bizonyos összeget elkülönítünk az állami földek bérbeadásából annak érdekében, hogy rendbe tegyük a földutakat a határban, és sárlerázókat építsünk. Az állami földek bérbeadásából Óbecse községnek 5-6 évvel ezelőtt 120 millió dinár bevétele volt. Ez azonban az évek során csökkent, jelenleg 35 millió dinárt tesz ki. Ennek oka a földek visszaszármaztatása. Emiatt problémák alakulnak ki, mert hozzá kell nyúlni a költségvetéshez, annak operatív részéhez, hogy pénzeszközt különítsünk el annak érdekében, hogy a mezőgazdasági termelőknek minél nagyobb támogatást tudjunk nyújtani. A helyi mezőgazdasági termelőknek egyébként lehetőségük volt a miniszterrel és a titkárral minden fontos témáról beszélgetni, a térséget érintő mezőgazdasággal kapcsolatos aktualitásokat illetően, majd ezt követően a küldöttség meglátogatta Szent Tamás települést, valamint a túriai Tatics gazdaságot. Kizárólag földműveléssel foglalkozom, mintegy 500 hektár szántóföldet művelünk, javarészt szóját, kukoricát, cukorrépát, búzát, napraforgót termesztünk. A földműveléshez megvannak a megfelelő gépezeteink, melyeket pályázatokon keresztül vásároltunk meg. Ezek a pályázatok sokat jelentenek nekünk. Az elmúlt néhány évben több támogatást kaptunk az államtól, és elégedettek vagyunk. Ha nem lettek volna ezek a támogatások, nem tudtuk volna beszerezni a megfelelő mechanizációt sem.
Poljoprivredni proizvođači Srebrenom zaista mogu mnogo da očekuju. Szent Tamás község mezőgazdasági termelői nagy mértékben számíthatnak az önkormányzat támogatására, hiszen a költségvetésből jelentős összeget fordítottunk a mezőgazdaságra, és jövőre rendkívül fontos projekteket fogunk realizálni, például a csatorna és a Bács ér folyó összekötését, amely mintegy 6000 hektárnyi megművelhető földterület öntözését teszi majd lehetővé. Az, amit a község már évek óta megvalósít és bevált módszernek számít, az a kamatmentes hitelek a gazdaságok részére, amelyek rendkívül sikeresek voltak idén is a mezőgazdászok körében. És amit még külön szeretnék kiemelni, az a mezőgazdasági földutak felújítására tervezett komoly összeg elkülönítése, 30 millió dinár értékben.